Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. A kormány nem változtat a jó bevált módszerein, úgy tűnik a kormánynak kedvenc eszköze a fenyegetőzés és a zsarolás. A benzinástop után ugyanis ismét a piaci folyamatokat felrúgva csikart ki átcsökkentést a benzinkutaktól. Április 24-én Nagymárton miniszter úr megzsarolta a benzinkutak üzemeltetőit, miszerint ha két héten belül nem csökkentik az árakat a régiós átlagnak megfelelően, a kormány beavatkozik az üzemanyag árakba. Azóta az átlagszámítás homályos módszertana miatt a módosításra kényszerültek, mivel miniszterelnök úr május 3-án tett bejelentése alapján a hazai benzinárakat a régiós átlag helyett a szomszédos országok átlagához kell mérni. A Mi Hazánk Mozgalom a kormányzati intézkedéseket álszent színjátéknak tartja. Álláspontunk szerint érdemi és jelentős átcsökkenést az üzemanyagok adóterheinek, a MOL nyereségének csökkentésével, továbbá a MOL-nak nyújtott kormányzati kedvezmények felülvizsgálatával lehetne elérni, amire bőven lenne mozgástér. A kormány január 1-jével jóval az EU által elvárt minimumszint fölött szabta meg az üzemanyagok jövedéki adóját, ami a magyar családoknak éves szinten nagyságrendileg, most figyeljenek tisztelt képviselőtársaim, több mint 123 milliárd forint indokolatlan kiadást jelentett, emellett a 27%-os magyar áfa is kirívóan magas. A kiskereskedelmi különadóval és egyéb fizetési kötelezettséggel együtt az üzemanyagok kiskereskedelmi árának közel felét a különféle állami elvonások teszik ki. A Mi Hazánk Mozgalom évek óta következetesen kéri azt is, hogy az adót ne adóztassa a kormány, ne terhelje a jövedéki adót áfa fizetési kötelezettség. Gulyás Gergely miniszter úr nyilatkozata szerint azonban a költségvetés helyzete ezt nem teszi lehetővé, az üzemanyagokat terhelő adók mérséklése nem időszerű, amivel gyakorlatilag elismerte, hogy üres az államkassa. A MOL 2022-ben az ársapka mellett is jelentős extra profitot ért el, az Ural-Brent olajár különbségének köszönhetően ennek ellenére tavaly nyáron egy rendelettel a MOL-t terhelő különadó mértékét 2024-re 2,8%-ról 1%-ra csökkentették. A 2023-as üzleti év után a MOL közgyűlésén 198 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntöttek, ebből 20 milliárd forint a magyar állammal közösen alapított MOL új Európa alapítványhoz került. A Mi Hazánk Mozgalom az üzemanyagárak érdemi csökkentését nem a kiskereskedőktől, hanem az adóterhek mérséklésével a kormánytól várja. Továbbá álláspontunk szerint a MOL óriási nyereségét a nagykereskedelmi árak csökkentésére kellene átcsoportosítani. Kérem tisztelt államtitkár úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy a magyar családok megvédése érdekében miért nem hajlandó a kormány érdemi intézkedéseket tenni az üzemanyagárak jelentős csökkentése érdekében, miért nem enged a saját hasznából. Várom szíves válaszát. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. A kormány célja, hogy a magyar háztartásokat megvédje a háború, a szankciók és az annak nyomán fennálló energiaválság káros hatásaitól. Ennek érdekében beavatkozott akkor is, amikor a koronavírus járvány okozta világpiaci zavarok miatt az üzemanyagárak jelentősen emelkedtek. Egyértelmű, a háborús árakat le kell törni, a családokat meg kell védeni. A kormány a benzin és a gázolaj kiskereskedelmi árát 2021. november 15-én 480 forintos hatósági áron maximálta, kötelezte az üzemanyagtöltő állomásokat a hatósági áras üzemanyagok forgalmazására. A 480 forintos benzinársop mintegy 13 hónapon keresztül enyhítette a háztartásokra nehezedő nyomást, akik az intézkedés egyes időszakaiban literenként több száz forintot is megtakaríthattak. Az intézkedés tapasztalatai alapján, illetve a piaci mechanizmusok szakaszos visszavezetése érdekében az árszopot folyamatosan finomhangoltuk, a hatóságáros termékekre jogosultak körét pedig több lépcsőbe szűkítettük. A benzinárszop sikerét mutatja, hogy ezt mintaként felhasználva számos más európai ország is hasonló intézkedéseket vezetett be. A kormány azóta is figyelemmel kíséri az üzemanyagpiacot, aminek keretében egyeztetést folytatott a piaci szereplőkkel, és korrekciókra szólította fel őket, tehát együttműködésre, partneri kapcsolatra. A kormány a május 8-i ülésen áttekintette az üzemanyagárakat, és megállapította, hogy az eddigi csökkentésekkel a magyar üzemanyagárak elérték a szomszédos országok átlagát.
Tehát a 95-ös benzin átlagára 34 forinttal, azaz több mint 5%-kal, a gázolájára pedig 54 forinttal, 8%-at meghaladóan csökkent az elmúlt időszak csúcsaihoz képest. A kormány mérlegelte az üzemanyagkereskedők azon javaslatát, hogy az üzemanyag árának referenciaértékeként Ukrajna kivételével szomszédos országok üzemanyag átlagárát vegyék figyelembe. A kormány úgy döntött, hogy ennek a kérésnek eleget tesz, és a referenciaérték számítási köréből kikerül Lengyelország, Csehország és Bulgária. A jelenlegi csökkentésekre elértük a szomszédos országok átlagát, fontos, hogy az árak itt is maradjanak, és ezt továbbra is elvárjuk a kereskedőktől. Az üzemanyagok adótartama kapcsán elmondható, hogy annak mértéke nem tér el a térség országaitól, mi több, a benzinnél a legalacsonyabb áru a szomszédos országok között. Összességében kijelenthető, hogy helyreállt a rend, azonban ennek fent kell maradnia. Ennek érdekében a kormány továbbra is elvárja, hogy ezt a kereskedők fenntartsák, ezért a kormány két hetente megvizsgálja ezeket az árakat, és amennyiben szükséges, lépni fogunk. A koordináció és az együttműködés jelenleg elégségesnek és megfelelőnek bizonyult. Köszönöm figyelmüket, és bízom benne, hogy képviselő úr elfogadja a válaszomat. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, nem fogadom el a válaszát, már csak arra való tekintettel sem, mert a Fidesz-KDNP kormány elfogadhatatlan mértékben sújtja adóval az üzemanyag árakat, hiába hozza fel a környékbeli országok adó felépítését. Ráadásul Gulyás Gergely és Nagy Márton miniszter urak még tavaly megígérték, hogy az őszi adócsomagban újra számolják a jövedéki adó emelésének a mértékét, erre azonban nem került sor, tehát ez az ígéret sem valósult meg. Kifogásoljuk azt is, hogy Nagy Márton miniszter úr csak a MOL és a Magyar Ásványolaj Szövetség, vagyis a MÁSZ képviselővel tárgyalt, miközben az országban működő benzinkutak körülbelül fele nem tagja a MÁSZ-nak, ezáltal mintegy 1000 benzinkuttal semmiféle egyeztetés nem történt. Továbbá tavaly novemberben egy rendelettel a kis benzinkutak eddigi 0,15%-os kiskereskedelmi különadóját 3%-ra emelték, a képviseletüket ellátó független benzinkutak szövetsége többek között emiatt is írásbeli megkeresést intézett miniszterelnök úrhoz és miniszter úrhoz, de válaszra sem méltatták őket. Köszönöm szépen!